Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket Concertóval együtt, az M3 autóparban vagytok, így virtuálisan is egy autót szeretnénk nektek megmutatni, egy Kia-t, mint látható. Ő nem más, mint egy Kia Ceed, 1.4-es kombi verzió, ami 2012-es gyártású, forgalomhelyezésű, és 2019. januárig műszakival 9 lóerős és 1.4-es benzinmotorra rendelkezik. Feri és Peti kollégám, látjátok, itt elő vannak készülve, legalábbis felkészülten, ki van nyitva, hogy a szervizkönyve, végig márka szervizben szervizelték a járművet, és utoljára 83.000 kilométernél, most az elmúlt év decemberében volt szervizben a jármű, minden tökéletes benne, nem kell hozzányúlni, tényleg csak tankolni kell és élvezni ezt a nagyon jó állapotú, nagyon szép kis kocsit, hatalmas csomagtérrel. Hát először is bőrbevonatú kormányunk van, ami igen jól mutat, főleg ezzel a kis fémszerű betéttel. Telefonunkat tudjuk kezelni vele, hiszen bluetoothos, illetve bordkompjúterünk van, tempomat vezérlő, zenevezérlő billentyűk. Itt van a Bluetooth felirat rajta, és hogy MP3-as, de nem csak MP3-ot tud, hanem AUX, iPod, USB és 2x12 voltot is tud. Nagyon jó a digitális automata klíma, két oldalra vezérelhető, tudunk előállítani más levegő hőmérsékletet, be tudjuk magunkat zárni belülről, ugye, és itt van a CD vezérlő gombocskái és a rádió vezérlői. Tehát 90.529-et futott, két eredeti gyári kulcsa van. Újra indítom, mert van még más, és bal kész felől lent, ugye látjátok, ABS és a menes stabilizátor, illetve motorcsek, légzsák, minden ki is aludt azonnal, ahogy elfordítottam a kulcsot. Szépen dolgozik a motor, amit majd meg fogunk hallgatni. Az autónkban egy halom légzsák van, mert van ABC oszlopban végig, és van oldal és elő légzsák, de a jobb oldal légzsákot, hogy Feri és Peti ne repüljenek el a légzsáktól, kikapcsolható, ugye, és hogyha van egy jó hideg sörünk, akkor ide be tudjátok tenni, és tovább lehet hűteni, mert hűthető a kesztyűtartó. Az autónk ekodinamik verzió, azaz intelligens stop and go, off felirattal rendelkező autónk van, ami piros lámpánál, ugye, hogyha bekapcsoljuk, akkor szépen leállítja a motort, és spórolja nekünk a kis pénzes kénket a hűtött sörünkre, ami ott lesz benne majd. Középső könyöktámasz, és légzsákok így itt oldal, két darab elektromos ablak, elektromos tükör, állítható magasságú ülés és kormányoszlop. És akkor jön egy hátulja, hátuljában pedig izofixes ülések és fejtámlák, és ugye légzsák, mint ahogy azt beszéltük, kézzel tudjuk tekergetni az ablakot. És akkor már láthatóvá válik, hogy van egy nagyon jó kis kombi autónk, amin szinte új gumik vannak, ráadásul nagyon jó márka, hogy Dunlop gumik vannak rajta, és gyári Kia, nagyon szép alufelnik vannak az autón. A hátsó lökhárítón látjátok tolató szenzorokat, ezek működnek, pittyegnek, csipognak, hogy ne menjünk neki a mögöttünk lévőnek. A belsőben tisztaság, ezért, vagyis legalábbis azért, mert ugye benne van a csomagtértálca, és jobb oldala is teljesen kulturált és szép, de hát egy 2012-es autónak talán csak kulturáltnak és szépnek kéne, hogy legyen benne projektoros lámpákkal, amik nagyon szép tiszták, és úgy, ahogy látható, ugye itt alul a kötfény szóró is gyönyörű benne. Nincs rajta kavicssérülés, lámpáin sem, és a szélvédőn sem. Amocia csendes. Egyenletesen, tisztán dolgozik. Én ezt be is csuknám, és elbúcsúzom tőletek, de nem menjetek messzire. Következő videót is nézzétek meg, egy rövid próbakört fogunk tenni ezzel a járművel. Hát, ha még jobban megjön a kedvetek, hogy elgyertek hozzánk ide az M3 autóparkba. Tudjátok, Budapesten vagyunk, a 15. kerület, Szent Mihály út 90 számban. Örültem, hogy itt voltatok, a végére meg nyomjatok egy ilyet, amit megköszöntem. A viszontlátásra, sziasztok!